A népművészet mestere és az általa készített habánfazekas edények joggal számítanak Tolna megyei értéknek. Versegi Ferencet saját otthonában kerestük fel, hogy betekintést adhasson legújabb munkáiból a legújabb térben. Az idei év az egy nagyon komoly továbblépés volt az életünkbe, mert 2 éve megcsináltuk a műhelyt. Ugye hát az ember, ahogy idősödik, ugye gondolkodik, hogy van-e értelme, és úgy látjuk, hogy van, és akkor az idén pedig volt egy 12 négyzetméteres kis kiállítóhelység, ami nagyon kicsi volt, és hát összenyitottuk az utcai első szobával, és így most van 40 négyzetméternyi kiállítóhelyünk. Itt végre talán méltó módon be lehet mutatni a munkáimat, mert egy csomó készletet ki tudunk tenni, látják az emberek, nem csak a polcon összestószolva. A másik pedig, hogyha jön egy csoport, és szoktak csoportok jönni, akkor 2-3-4 részletbe tudtam elmondani, amit szoktam a munkámról, meg egyáltalán a habáról mondani. Itt pedig be tudnak jönni, itt van rá lehetőség, itt nyugodtan 20-25 ember be tud jönni, és itt tudok velük egyből alapvetően normálisan beszélni, és ez nekünk nagyon-nagyon fontos volt, mert hát úgy gondoltuk, hogy azért ehhez a munkához méltatlan az a kis körülmény, az a kis kiállítóhelyiség, és hát a párommal és a család összefogásával sikerült ezt megoldani, mert ez egy igen komoly befektetés volt, és úgy látom, hogy talán van értelme, vagy lesz értelme, mert ha van egy ilyen lehetőség, akkor jobban látják talán többre, itt többen is értékelik, és kíváncsiak lesznek rá, és eljönnek, megnézik. Mint arról annak idején beszámoltunk, Feri bácsinak, ahogy Tolnán mindenki hívja, nemrégiben zárult 150 éve habánfazekasság világában 70 évesen című kiállítása a Magházban. Akkor nagyszámú készletet tudott a nézők szemei elé tárni. Az új kiállítótérrel ez otthonában is megvalósulhatott. Kis kiállítóba egy készletet tudtam kitenni, itt pedig azt mondja, van 2, 4, 5, 6, 7 készlet. Még így is, még ha szeretnék mindent kiállítani, akkor kéne 200 négyzetméter, mert még mindig 6 készlet dobozban van. Sőt, még itt kint is van 3 készlet, tehát még 10 készlet még kellene, hogy ki tudjuk tenni, de majd apránként váltogatni fogjuk őket, mert változatosság azért fontos. De ez már méltó ahhoz, hogy a habánt meg tudjam mutatni, és tudjak róla beszélni. Lássák az emberek, kézbe tudják fogni, nem pedig csak a polcon stószolva. Tehát igazából a darabszámra hát közel egy ilyen 5-szöröse az, amit be tudok mutatni. Sajnálatára a jelen pandémiás helyzet nem teszi lehetővé, hogy csoportokat, illetve látogatókat fogadjon, pedig nagyszámú érdeklődőt vonz a tevékenysége. A Covid időszaka, tehát ez az év, ez kilőve, de úgy általában szoktak jönni, havonta 1-2 busz szokott jönni. Érdekes dolog, hogy az ország különböző területéről, de megyéből is volt olyan, az idén volt egy csoport, akik a pedagógiai intézetnek a munkatársai, átjöttek, kíváncsiak voltak rá, egy jót beszélgettünk, agyagoztak egyet. Szóval azért ez is egy jó dolog, mert nem csak, hogy nem nagy be tudom mutatni, hanem ha érdekli őket, akkor tudnak agyagozni, én a műhelyben ott is megvan rá erre a lehetőség, és ha közelben vannak, tehát nem külföldiek, akkor kiégetem nekik, és utólag megkapják azt, amit itt elkövettek. Igazából, ha jön egy csoport, akkor általában 1,5-2 órát szoktam mondani nekik, és volt, amikor a 2 órából lett 3,5 óra. Tehát ez a csoporttól függ, az ő aktivitásuktól függ, és bizony sok embert érdekel. Úgy veszem észre, hogy talán, ha ez le fog csengeni, akkor lesz értelme igazán ennek a beruházásnak, mert akkor azért nagyobb érdeklődés lesz. 2 évvel ezelőtt döntötték el a műhely felújításakor, hogy elkészítik ezt a szobát. Az előkészítés és tervezgetés 1 évig tartott. Kellett hozzá 1 év, mire oda jutottunk, hogy na, akkor most nekiállunk, csak közben az idén bejött a járvány, aztán a család megunta a gondjainkat, és akkor azt mondták, hogy na, akkor ők segítenek iparosokat szerezni, és így egy fiatal csapat jött, és igazából egy 3 hónap alatt meg elkészült az, amit itt látunk. Hatalmas munka volt, mert
nagyon komoly átalakítás, földmunkától kezdve az égvilágon minden, főfalbontása, tehát itt nagyon komoly munkák voltak, de hál' Isten ott vagyunk, hogy készen van, és a családnak is tetszik, és akik eddig itt voltak, mindenki azt mondta, hogy na, ez végre egy méltó hely ahhoz, amit csinálunk. Mihelyt lehet, mi is újra meglátogatjuk Feri bácsit, biztosak vagyunk benne, hogy addigra megint kitalál valamit.